kiasztálni ezt az időt, mert listálkodásra szálltam a napot, bár még ki tudja. Bár megvallom őszintén, hogy a Zortes csapatnak már a lábja van. Úgyhogy, ha netán mégsem motorolték, azt fogom követni. A Speedy Hungary-t is, ahogy észrevettem, aktívan követi őket. Cseten azért váltottunk pár szót egymással. De meg ugye szeretném ezúton megköszönni Speedynek, hogy az elmúlt videóiban azért úgy sokszor kiemel. Ezt nagyon szépen köszönöm neki. L2V2-nak pedig azt üzenem, hogy hát igen, a válkatársak azok kicsit jobban összetartanak. Ennyi. De egyébként őt is nagyon csipem, tehát ő rohadtul jól csinálja a videóit. Sose fogok eljutni arra szintre. Régebb videókról beszélünk. Mad Bandit is nagyon jó srác, szeretem. Na hát ugye a nagyok, Red Nevo, Aha, Helmet, WZ-t az sajnos egy kicsit hiányolom, pedig jó lenne tőle valamit mostanában látni. Hát, Whippert azt meg ugye tudjuk, hát vele van a sötét oldal, és ő a atyánk. Na, ennyit a spoilerről. Na, végül is. Amit így el szeretnék mondani nektek, hogy ugye a motorról versenyen elindultam, amit a motosunday.hu motopontú támogatásával megszervezett. Jó dolog ez a verseny, mert kihívás. Legfőképpen nekem, mert itt tényleg nagyon rá vagyok gerjesztve arra, hogy kicsikét a videóvágási, meg egyéb szerkesztési dolgokat, meg ilyesmit úgymond gyakoroljam, erőltessem. Rajta vagyok, tehát akik már régebb óta követnek, ja igen, és köszönöm a 63 darab feliratkozónak a feliratkozást, csak így tovább. Nektek közlöm, hogy ugye, hogy ezt gyakorlom, tehát a vágás szerkesztést, meg ennek az minden csinyát, bingát próbálom a lehető legjobban elsajátítani, meg apró kis trükköket. Azért most lehet, hogy lesz majd egy-két unalmas, vagy nagyon elcseszett videó, vagy videóáradat. Megmondom őszintén, a problémám ott van, hogy kiderült, hogy az internet szolgáltatom annyira lassú internetet szolgáltat, hogy őszinte leszek, egy 10 perces videó egy teljes egész napba kerül, mire felmegy a YouTube-ra. A legrosszabb az, hogy a gépemnek a kapacitása se igazán a legjobb, mert a vágó programmal egy 10 perces videót, még hogyha úgymond jó is a videóanyag, tehát nem kell nagyon rabdalni, csak összeilleszteni a hangot a videóval, vagy ilyesmi. Hát az is egy másfél órás cirkus, mert vagy lefagy a program, vagy lefagy az egész gép, vagy a fene tudja. Na mindegy, rajta vagyunk azon is, hogy ez megszűnjön. Rendeltem másik internetet, másik internet szolgáltatótól, aki gyorsabbat tud szolgáltatni. De maradjunk annyiba, hogy például most úgy állok, hogy nagy nehezen összekülődöm, összeküzdöm a gép és minden más egyéb gyatra kapacitásával a videókat. De az elmúlt időszakban azt kell, hogy mondjam nektek, hogy a héten négyszer telepítettem újra a gépemet, mert nem tudom, hogy melyik program, de azt hiszem, hogy a Filmóra lesz az, mert addig még azt nem próbáltam meg, pedig kezelhetőbbnek találom meg, az úgy jobban, szimpatikusabbnak tűnt. De mióta az, hogy a Filmóra fölkerül a gépre, utána a gép elkezdi a hisztit, belassul, meg mindenféle szemét oldalt elkezd nekem benyitogatni, és a hivatalos oldaláról töltöm le, és már egy kicsikét unom, hogy megvettem a licenszkódot is, és már a megvásárolt licenszkóddal se engedi magát regisztráltatnak minősíteni. Tehát küzdelem van. Ennyi. Na, én most beugrok, megveszem gyorsan a bevásárló listát, mert a Brotest csapat lávja éppen szünetet tart.
és szerintem az a szünetidő, amit ők most szünetet tartanak, az nekem éppen elegendő lesz arra, hogy a bevásárlást megoldjam. Igen, gyerekek, kicsit olyan az idő, hogy lehetne menni gurulni, de nem, a holnap is ilyen jó idő lesz akkor talán. Na, ennyire volna ez a mostani videó. Szerintem lefogyott a telefon, úgyhogy nem vette fel a hangot. Ez megint egy kis videó lett. Szeretném.